Hello, hello, szia, csoda szép napot, reggel bármikor is néz ezt a videót. Na hát, azt gondolom, hogy fantasztikus hetet zárunk a Bitcoin. Zöldben zár, és egyelőre úgy néz ki, hogy szeptember hónapban zöldben vagyunk, ugye nagyon ritka. Ez csak két évben történt meg eddig a Bitcoin történetében. Én nekem Miklós vagyok a cryptomice elhozom neked a legfrissebb kriptoireket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi, AI, párom um, újdonságokat, hogy ezzel edukálják az internet és a pénz, evolúciójának a következő szintjéről, ami nem más, mint a kripto. Csapjunk is bele, kérek egy kövér lájkot, like azaz sok-sok szeretettel nyom meg a lájgombot, like ezzel segíted ugye a YouTube algoritmusát, hogy minél több embernek megmutassa ezt a videót, és a minél több ember tájékozódik a kriptóról, annál hamarabb terjed a kriptó, és növekszik a kriptó használat, és persze nyomd meg a feliratkozás gombot és a harangocskánál az összeset, mert akkor kapsz értesítést, amikor videókat töltünk fel. El kell, hogy mondjam, hogy ugye, ami ebben a videóban, illetve bármilyen formában a csatornáinkon található információ, az nem pénzügyi, nem befektetési tanács, ez információ továbbítás, edukálás a kriptóról, valamint szórakoztatás, mindig tedd meg a saját kutatásodat, nézd utána az adott kriptóeszköznek, projektnek, kutas utána, nézd meg, hogy neked való-e, valamint ugye mérd fel a saját pénzügyi helyzetedet, és ennek megfelelően hozz egy jó Töntést, amit, amiért ugye vállalod a felelősséget. Na menjünk tovább, nézzük a kedvenc buborékos csártunkat. a hát bitcoin plusz-minusz nullában van nagyjából, jelenleg 26.500 környékén, míg Ethereum minusz 1 ban 1620 környékén, és a legtöbb altcoin viszont elég masszívan korrigál, úgyhogy úgy néz ki, hogy annak ellenére, hogy a bitcoin oldalazott a hétvégén, az altcoinok -ok nem rallisztak, hanem éppen korrigálnak, úgy látszik, hogy profit elrealizálás zajlik, de ugye az altcoinok is a héten jól teljesítettek. Ha megnézzük az elmúlt hetet, akkor látjuk, hogy Rune 20 tonkoin ugye a Telegramnak a konya 34, Vichén, Ave, FiCoin, Filecoin elképesztő ö, jó dolgok jöhetnek, ugye ez az egész AI blockchain terjedésével, ugye a decentralizált tároló storage kapacitások, kász ugye volt egy gyönyörű CAS Kász trédünk ugye a Patreonon, és Maker is szépen teljesít. Na menjünk és nézzük, hogy a kriptofélelem és kapcsiság index mit mutat. 46-on van, azaz félelemben vagyunk. Itt oldalazunk, még a semleges zóna alatt, egyelőre semmi különös. Na nézzük a Bitcoin ár előrejelzése a Glassnode társ alapítójától aki azt mondja, hogy jöhet egy felfele mozgás 27 ezer dollár fölé. Van egy ilyen kockázati jelzés, ami ugye egy nagyon magas kockázatot jelzett, amikor ugye a bitcoin leesett ugye erről a 27 28 ezer dolláros szintről le, ugye ide 25 ezerre, ez ugye elérte ott akkor ott a 100 ot és jelenleg onnan kezd visszajönni, és visszaesett 64 ra ez a magas kockázatot jelző indikátor ugye itt van alacsony kockázat a kék, amikor meg piros, akkor magas, és ugye innen jön lefele. És azt mondja, hogy ezzel valójában elérkezhet az, hogy a Bitcoin 27.400, majd 28.200-ra mehet fel. Oké, okay, ugye a Glassnode az on-chain elemzéseket is végez, illetve használnak egyéb mindenféle indikátorokat, jó, nézzük a következő hírt, a, ez is kicsi technikai elemzéses hír. A, ugye 26.500-nál vagyunk, és várjuk ugye az inflációs adatok után, amik ugye annyira nem voltak kedvezőbbek, picivel rosszabbak voltak, mint a várt, viszont ugye a bitcoin nem esett, úgyhogy egyelőre a volatilitást ugye a hétvégi zárásra tartogatta, mert a, ugye elkezdett egy kicsit lefele csorodni ma és tegnap, illetve ugye különböző ezek a hitmepeken, ugye az orderbookokban az látszik, hogy hogy ugye azért kivettek ordereket, és teljesültek főjebb orderek, és itt jelenleg ugye 27 ezer dollár az, ami egy ilyen kulcs támasz fölfele, illetve 26.880, a lefele viszont 26.100, ami jelenleg támasz. Hogyha megnézzük ugye ezt a csártolást, akkor látjuk, hogy 26.800 mondjuk ez a ellenállás, és ugye 26.100 a támasz zóna, és ugye ebből a csatorna mozgásban jelenleg a csatorna felső részében van a mozgás, és egyébként volt már egy-kettő próbálkozásunk ugye törni ezen szinteket, de ezt majd mindjárt megnézzük a csártom. Oké, okay és ugye 26600-at lövi be ez a trader is. Miközben ugye a tőkátiteles tőzsdéken ugye kicsit megemelkedett a open interest, az azt jelenti, hogy ugye nőtt a tőkátételes pozícióknak a mérete. FOMC, azaz amerikai egybanki Kamatdöntés lesz, szeptember 20-án az ugye szerda, szerintem fél nyolckor, mert akkor szokott lenni mi időnk szerint este, 20, nem, nem 20, 98 azt mondja, hogy szerintük nem lesz jelenleg kamat emelés. Úgyhogy ez hozhat egy kis irányt, egy kis volatilitást, hogyha kedvező lesz a, 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 komment is ugye ezen a Fed meetingen, akkor ugye hozhat egy felfele mozgást, amit ugye várunk, és látjuk, hogy itt van ugye a második próbálkozás, illetve már talán a harmadik, hogy ezt a 26.600 zónát törjük, de nézzük a következő hírt, ami arról szól, hogy a bitcoin egy 70%-os emelkedést csinálhat meg, még így a halving előtt, egy 2015-ös mintát ismételve, ezt mondja Michael Fanden Poppe, aki ugye azt mondja, hogy egy szép, gyönyörű oldalazó mozgásban vagyunk, ahol ugye egy, egy sávot épít. Magának a, a bitcoin, és ez hasonló lehet, mint 2015-ben volt, és ugye a, a, akkor abból az oldal a mozgásból jött egy óriási kitörés, és egy pre-halving, azaz felezés előtti ralli-roham történt. Jelenleg a 207-es exponenciális mozgó átlagot nézi, hogy ez tartja az árfolyamot, és hogy ez kulcs szint, hogy ez ö, tartsa, és azt mondja, hogy nem lenne meglepve, hogyha innen egy 45 ezer dollárig ralliznánk, még bőven a halving. Előtt szerinte ez valószínű. a Viszont annak is megvan az esély, hogy akár a 207-es exponenciális mozgó átlagot vissza e, teszteljük, és ugye onnan indulhat meg egy fölfele mozgás. Egyébként jelenleg a sima mozgó átlagokban ugye itt alatta vagyunk mindegyiknek, mert az a 27 ezer körül vannak jelenleg, vagy 27500 körül, ezt majd mindjárt megnézzük. A, az exponenciális mozgó átlag ugye az kicsit nagyobb lendületet e, mutat az ár mozgásban, ugye hamarabb, hamarabb megtörténik az exponenciális mozgó a, a, mozgása, mint ugye a sima mozgó átlagnak. Úgyhogy egy kicsit jobb előhírnöke egyébként az ár mozgásnak. Még szerintem a, a sima mozgó átlag egy követő indikátor, mert akkor jön le, amikor már ugye jóval előbb lejött az ár. Na nézzük, a bitcoin az, hogy ugye tiszta energiát használ több mint 50 ban ezt mondja egy report és a Bloomberg is ezt megvizsgálta, és a nagy kérdés, hogy a Tesla fog-e elfogadni bitcoin fizetést. Mert ugye két évvel ezelőtt Elon Musk azt mondta, hogy amikor a bitcoin bányászathoz felhasznált energia több mint fele megújuló energiából fog menni, akkor a Tesla el -e fogadni a bitcoin fizetés az autókért, meg ugye a szolárpanelekért, meg mindenért. Egyébként éppen, éppen múltkor, nem is tudom, pár hete volt egy, 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 egy hír, ami ugye azt mutatta, hogy a Tesla weboldalán valójában már ott van, be van integrálva a bitcoin való fizetés, csak ugye még nincs publikálva. A Bloomberg egyik elemzője nézte meg azt, hogy ugye megnézte a bitcoin hash és ugye azt, hogy a maga felhasznált energia az most mennyire CO2 terhelő, illetve hogy ugye mennyire megújuló, és úgy látszik, hogy 50% alatt van több mint 50% már a megújuló energia, és ugye ez annak köszönhető, hogy Kínából azért sok bányász elment máshova, ahol ugye sokkal inkább a megújuló energiát használják. Ugye a közelmúltban voltak hírek, hogy megy Ománba, Butánba, a Arab Emirátusokba, Svédországba, és mindenhol ugye megújuló energiával kívánnak bányászni, meg talán Spanyolországban is volt, hogy ott napenergia, Svédországban még inkább ugye a vízi erőművek energiájával. Na nézzük a következő hírt, ami ugye nem, nem egy mostan hír, csak újra e, aktualitása van, hogy Michael Saylor, ugye a Michael Sturgyi alapítója, aki ugye az egyik legnagyobb bitcoin tulajdonos cég, a, azt mondja, hogy a bitcoin 5 millió dolláros árat fog elérni, akkor, hogyha ez a három feltétel, három feltétel teljesül, és úgy néz ki, hogy ebből a háromból egyébként kettő már teljesült. A MicroStrategy egyébként az elmúlt hónapban a legnagyobb vásárlást hajtotta végre a 2021 óta, amióta ugye vásárolnak, a 2021-ben volt a legnagyobb vásárlás, és azóta most volt újra, és ugye keresik a lehetőséget, hogy 750 millió dollár értékben részvényeket adjanak el, és abból befolyt pénzből bitcoint vegyenek, és ugye ezáltal gazdagítják a, a többi részvényest. Egyébként múltkor megnéztük valamelyik e, napi hírekbe, hogy a BlackRock, aki ugye benyújtotta -et, a bitcoin ETF-et, a MicroStrategy-ban, jól emlékszem, 9%-os tulajdonos e, jelenleg is, úgyhogy közvetve a BlackRock azért Franco bitcoinba fektetett. Na mi ez a három e, feltétel, aminek szerinte teljesülni kell? Az egyik, hogy Amerikában meglegyen a spot, azaz az azonnali valós bitcoinnal fedezett bitcoin ETF. Ez ugye elkerülhetetlen, mert a BlackRock benyújtotta, a, a bíróság ugye döntött, hogy a grayscale is át kell alakulnia, ez még csak idő kérdése, hogy meddig lehet elhúzni, legkésőbb jövő márciusig lehet elhúzni, és az is még bitcoin halving előtt van. A másik, hogy ugye a bankok jöjjenek a letét kezelésbe tároljanak a bitcoint az ügyfeleiknek, és használják fel a hitelezésbe, mint fedezet fogadják el a bitcoin. Ez is jó úton haladunk, mert például a Deutsche Bank, ugye már bejelentette, hogy jelenleg a nagy ügyfeleknek ezt a bitcoin letétkezés megvalósítja, illetve hogy a másik fontos, hogy a, ha elindul a bitcoin ETF, akkor a, a maga az ETF-et, ugyanúgy mindenféle termék és csomagolt termékként fogják használni, például föl lehet rávenni majd hitelt, szóval az is nagyban hozzájárult a második ponthoz. A harmadik ez a fair value, ugye egy fair érték, valós érték a könyvelésben, ugye korábban elég össze-vissza volt, hogy hogyan lehet Amerikában könyvelni, nem az és áron lehetett nyilván tartani, ezért elég összevisszaság volt, hogy akkor mit tudnak kimutatni, a bitcoin, illetve a kriptoeszközök árának, és jelenleg ez elfogadásra került pont a múlt héten, úgyhogy kettő már teljesült, a harmadik is hamarosan jönni fog, és akkor jó eséllyel ez beteljesülhet, hogy ugye hamarosan 5 millió dollár lesz. Az, hogy mikor, ugye nincs dátum, nem egyből, én azt gondolom, ez mondjuk szerintem valahol 2030 és 2035 között, hogyha nézek stock -to flow modellt, vagy egyebeket is. Na nézzünk egy másik hírt, ami kicsit uh, szomorú hír. Mark Cavent uh, meghekelték, és közel 900 ezer dollár értékben loptak el tőle kripto eszközöket a Metamask valetjából. Uh, Ugye az történt, hogy 160 napja nem is interaktált ez a valet, nem volt tranzakció, és egyszer csak elkezdtek róla távozni a különböző kriptoeszközök, a Lido, a Lido Finance Ethereum, Matic, USDC és mindenféle egyéb látjuk, a Rarible, USDT, stb. stb. valamint 2 millió dollár USDC. Később Mark Caben megerősítette, hogy igen, meghekkelték, a 2 millió USDC-t azt már ő mozgatta át a Coinbase-re, hogy ugye a Coinbase-nél biztonságosan tudja tárolni. Mi történhetett? Két dolog, az egyik, hogy rá klikkelt egy olyan linkre, ami valamilyen fertőzést vitt a gépére, például akár egy krémprogramot, és megfigyelték ugye a private key-ét, a 24 vagy 12 szavát, amivel a metamaskot használta, és ugye ez az egyik, a másik, hogy például ráklikkelt egy olyan linkre, hogy felhatalmazást adott, hogy leürítsék a valetját ezért is kell ugye a Ledger nano használni, tudjuk, hogy van más hardware wallet, én a Ledger nano szeretem, de van ugye még a, most nem jut be az egyik, a safepal meg a ö, Trezor, Trezornak is, én a Ledger nano szeretem, például a Ledger Nano X-et telefonon is tudom használni, és például ö, van olyan valet, amit nagyon könnyen lehet összekötni vele, Metamask TronLink valet, úgyhogy Érdemes rendelni egyet nálam, itt ez csak egy dísz, ugye szépen elzárva vannak a, a, a többi ledgerek, illetve mindig van tartalék. Ezzel ugye biztonságosabb használni. Én a Metamaskot nem javaslom, hogy bárki ledger nélkül nagy pénzt tartson ott. Viszont, ha már van ledger, akkor lehet csatlakoztatni a Metamaskot, és nagyon frankon lehet használni. Erről egyébként van oktató videónk, a, 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 a Basic oktatásban benne van, az oktatások pedig ott vannak a. A, ugye a Crypto Dashboardon, a Crypto World Master oldalon, link a leírásban. Úgyhogy védjük meg a kriptonkat, mert az a kis 0,1 bitcoin, hogyha 5 millió dollár lesz egy bitcoin, akkor a 0,1 bitcoin az 500 ezer dollárt ér, nem biztos, hogy el akarnánk azt veszteni. Na a következő ír az, hogy a BitGo, aki egy bitcoin letétkezelő, bejelenti a tervet, hogy egy trustot, azaz egy zárt körül, bitcoin befektető társaságot hoz létre, és kifejezetten intézmény, azaz cégeknek, nagy cégeknek kívánja ezt, hogy közvetlenül ugye bitcoint vásárolnak, és ehhez hozzáférnek a nagy cégek. Ez hasonló, mint a Grayscale csinált, vagy a MicroStrategy csinál, és ugye ehhez még fognak adni egyéb, egyéb különböző lehetőségeket is. Szóval itt beszélek arra is, hogy egyéb különböző technológiai szolgáltatások is lesznek, még nem csak bitcoin befektetés, úgyhogy izgalmas. Lehet, hogy nem akarják megvárni az ETF-et, ha ha, hanem már előtte akarják ezt a szolgáltatást kínálni. Oké, na jó, menjünk, nézzünk körül a Twitterre, viszont előtte látogassunk el, és nézzük meg a youtube -ot. a YouTube-ra föltető mostában pár videót, amit érdemes megnézni, például a daisy volt egy globális kója, ami a budapesti rendezvény után lett megtartva, és elképesztő kedvező változások lettek bejelentve, 70%-os hozzájárulások, 90%-os hozzájárulás a Momentum csomagok, rengeteg-rengeteg plusz jó dolog, van egy új Prezi amit hamarosan alkalmazni fogunk, a Roadmap, az Endotech 2024. decemberében tőzsdére kíván menni, és már pénteken ugye élvezhettük például pénteken a Forex AI, ami már kombinálva van live, azaz valós tradinggel is, 0,38%-ot hozott, szóval újra nagyon szép profitokat csinál, és a kriptója is hamarosan elindul. A következő videó itt az NFT kereskedés, ugye Marciék NFT kereskedést oktatnak, szignálókat adnak, elemeznek, csártolnak, van egy franco telegram csoportuk, nézd meg a videót, illetve ugye a Codexa és Mozaik platform kapcsán is rengeteg-rengeteg frankó változáson jönni fog a Codexa Run, erre készülünk, úgyhogy gyere be itt feltétlenül a, a mozaikos telegramba és ott el tudjuk mondani, hogy hogyan is készül, de nézd meg ezt a videót. Valamint ugye a metapro volt, a Metapro kapcsán a Hive-val volt egy interjú, ez angol angolul zajlott, amit ugye egy lefordítottunk magyarul, valamint van egy nagyon frankó projekt, a Pulse, ami egy magyar projekt, ami kifejezetten ugye a trédensi kereskedő botokat használja, és nagyon egyszerűen nem nekünk kell beállítani a kereskedő botokat, hanem megveszünk egy NFT-t, és amikor az NFT a háromszorosát kitermelte a kereskedésben ugye ezek a botok, akkor kvázi ez hozzájutunk, illetve folyamatosan hozzájutunk, amit a kereskedő botok csinálnak, de nem kell nekünk semmit beállítani a saját tőzsde számlánkon, ezt automatikusan elvégzi a, ugye, a pulz a háttérben, úgyhogy érdemes ezeket megnézni. Oké, akkor menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mi zajlik a Twitterem. Ugye fontos, hogy előtte viszont még elmondjam, hogy grátis webinár szezon kezdődik, például a mai nap, azaz a hétfőn, szeptember 18-án hétfőn tartunk egy gratis webinárt. Ez egy nagyon különleges webinár lesz, az egyik mentorom lesz itt, Amerikából George Wake, aki beszélni fog a sikerről, beszélni fog a, a felemelkedésről, az emberi tudatosságról, az egónkról, hogy az egó hogyan korlátoz minket abból, hogy fejlődjünk, de akár beszélhetünk földön kívüliekről, Ötödik dimenzióról, attól függ, hogy a csapatnak, akik a zoom részt vesznek a webináron, milyen kérdései lesznek, illetve milyen e, fejlettségi szinten vannak a, a, ezen, ezen témákban, lehet majd bátran kérdezni, a, úgyhogy várlak, e, szeretettem itt a webináron. Dósa Szilárd barátom fogja a tolmácsolást végezni. Nem azért, mert, mintha én nem tudnám, de én jobban. Én, én, én szeretem azt, amikor a szilát tolmácsolja George-ot. nekem nem kell, mert ugye én értek mindent, de, de ugye másoknak kell. Úgyhogy, de gyere, Francon egyébként nagyon könnyen értető angol is, úgyhogy egy angol leckével is felér. De egyébként jövünk más webinárokkal, D5 Webinár, Web3Giving Webinár, jövünk éjjel a kapcsolatba, ugye? A, az éjjel a kereskedésben, jövünk trading webinárokkal, nagyon-nagyon sok minden, úgyhogy iratkozz fel. Itt lefele görgetsz, e-mail cím és név, akár becenév is elég, hogy feliratkozz. Na nézzük, mi található a Twitterem. Ugye a Twitter a kriptonok a social médiája. Mindenképp iratkozz fel, mert minden itt zajlik, ami kripto. Kövess be a kukac Miklós Denklert, harangocskánál itt az értesítést állíts be, és érdemes követni egyébként a Corion platformot is, meg a LaserPan szóval Gácz, ez itt van az én leírásomba. De Itt az első hír, ami arról szól, hogy uh, nem, a Bitcoin nem a halving előtt fog új uh, csúcsot csinálni, hanem már uh, úgy néz ki, hogy előtte is, úgyhogy uh, egy új csúcs már a halving előtt is benne van a pakliba. itt például ez év végére vagy év elejére jelez, uh, uh, ugye, kitörést és akár új csúcsot, valamint a halving után nem, nem, nem csak 160 ezer dollárig mehet a bitcoin, a Bit bitquant szerint, hanem 250 ezer dollárban látja ő, hogy oda fogunk menni. Ez az ő erőrejelzése, ezzel lehet vitatkozni. Azt gondolom, hogyha csártot nézzük és nézzük ezt a csatornát, akkor ezek teljesen validak, és ugye egy új ciklus kezdődik a halvinggal, és a hávinget követő másfél-két évben bika piac szokott lenni. Ezeket mind érdemes lájkolni like és megosztani, egy, ezzel te is tartalom gyártóval váltál a Twitterem. Na nézzük, szaporodnak azok az országok, akik a bitcoint használják. Jelenleg ugye El Salvador az, aki, ahol hivatalos fizetőeszköz a bitcoin, illetve ugye most Argentína is nagyon-nagyon vizsgálja, hogy a bitcoint bevezesse. Például Max Kaiserik mennek is Argentínába segítik az elnök jelöltet Jim Millét aki egy fiatal, nagyon karakán, hasonló, mint uh, Naib Bukele elszabadó elnöke. Szóval úgy látom, hogy ezek a latinamerikai szegény, uh, gazdaságilag összetört országok kezdenek magukra találni, és szerintem tuti, hogy tíz éven belül ő fogják vezetni a világot a bitcoinnal, a kriptoval, és azzal, hogy nem az IMF hiteleket veszik föl, és uh, ezáltal kvázi, hogy mondjam, az IMF hitellel ugye a a az egész uh, gazdaságodat alá kell vetned a, annak, hogy nem tudsz úgy fejlődni, hogy szeretnél, nem tudsz úgy költekezni, mert csomó megszorítást kapsz, de most ebben nem akarok belemenni, ez majd más előadás témája lesz, like és megosztás mind. Oké, okay, ekközben úgy néz ki, hogy a Binance-nél, ugye megy a FAD, mindenki arról beszél, hogy mindenki elhagyja a Binance-t, mennek el a vezetők, ez a vezető lemondott, az a vezető lemondott, múlt héten ugye lemondott a Binance US vezetője, ugye az SEC vizsgálja Binance-t, titkosított iratokat gyűjt, meg stb. stb. meg mindenki, mindenki be van ettől tojva. Persze azt tudjuk, hogy a Binance meg akarják gyengíteni, miatt az ETF kijön, szóval tuti, hogy a Binance meg lesz gyengítve Amerikában mindenképp, de egyébként szerintem nem is olyan erős Amerikában, de lehet, hogy egy picit a világ szinte meg akarják gyengíteni, ez egyébként nem is lenne baj, mert jönnek a nagyok, akarnak a tortából, oké. Okay. Viszont a jó hír, hogy a Binance US-nek akkor hiába elment az előző ember, jön az új, aki nem más, mint egy korábbi SEC dolgozó, korábbi New Yorki Fed, azaz jegy, hogy a New Yorki jegybanknál dolgozott, valamint a ripple is dolgozott, szóval van egy kis kripto, kripto tudása, úgyhogy ő fog jönni a Binance US élére. Ekközben az Európai Központi Bank meg már tizedszerre emelt kamatot egymás után, úgyhogy hurrá! élvezzük a magas kamatokat, illetve magas adósságokat, de ebben most nem megyünk bele. Itt egy nagyon izgalmas, ez az OKX, ugye az OKX tőzsde hivatalos támogatója az egyik Form 1 csapatnak, nézzétek, ilyen, ilyen az irodájuk, ilyen Form 1, és itt a Form 1 autó, nem tudom kinek az autó, hogy Charles Mille, úgy láttam Charles, Charles Mille, az ő autója ez, és ott van Google Chrome, és OKX, OK, látjátok az a OKX OK, támogatja, OKX OK, egy frankó tőzsde, ott voltak most a szingapúri rendezvényen. Oké, OK, a többit szerintem azt már néztük. Brian Armstrong, igen, hogy a DeFi-nak kéne precedens értékű, hogy Amerikából ne menjenek el a DeFi cégek, kéne egy precedens érték, hogy a DeFi protokollok nem pénzügyi és egyéb mindenféle üzleti tevékenység, hanem protokolok, technológiák. Szuper! Na, örülök, hogy akkor végig mentünk itt a Twitterem. A... nézzük meg, hogy mi történik a csárton, jó? Látjuk, hogy a Bitcoin heti gyártja most fog zárulni. Ugye ezek jelenleg heti gyártják. Látjuk, hogy ugye a múlt heti gyártjával csináltunk egy, egy mélyebb szintet, egy alacsonyabb aljat viszont ugye az eheti gyertya viszont nagyon szép zöld, és ugye itt vannak a különböző mozgó átlagjaink, jelenleg ugye 207-es mozgó átlag alatt vagyunk, viszont 107-es fölött vagyunk, és ha átmenjünk a napira, akkor látni fogjuk, hogy a, napi, a 200 napos mozgó átlag is 27.700-nál van, nincs a messze, viszont itt van a Death Cross, azaz halál kereszt, ami ugye mindenki be van tőle rosszával, lehet, hogy egy külön videóban eljövök majd, és csak erről fogok beszélni, a héten szerintem összehozzuk ezt, de jelenleg meg volt a halál, kereszt, most mi lesz az, Leesünk innen 65%-kal, vagy nem, ugye sokan azt mondják, hogy igen, kérlek a kommentbe hogy te mit gondolsz arról, hogy mi lesz a halál kereszt után. Én azt látom itt a csártan, hogy napi csártan gyönyörűen visszatesztelt, visszateszteli most jelenleg ezt a 26.200 szintet, illetve 26.100-as ugye körül itt van a, a, az ellenállásunk, 26.100-nál is, és ez vissza visszateszteli. Amit még érdekes, hogy ugye van egy trendvonalunk, ami ott volt egy olyan kitörési próbálkozás, viszont hogy elérjük a 27.400-as szintet, akkor ott jó eséllyel törhetjük fölfele, és ugye egy hasonló kitörést láthatunk, ha fölfele törjük. De lefele ugye ez a, a 25.000-es zóna box, ez eddig megfogta az árat. Na nézzük meg, ugye Kaspát rédeltük múlt héten. Nem, nem kaszpa, nem. Mi a neve? De Kaspát. Kaspát rédeltük. Oké, okay, ugye értem, hogy profit taking. Szerintem már pénteki videóban is mondtam, hogy profit taking. Profit taking. Most konszolidálódunk. Hurá! Profit Taking 1-es, 2-es, 3-os szint, és a Patreonon osztottuk meg ezt a trédet. Hogy néz ki a Patreon? A linkje a leírásban van, hogy itt meg szoktuk osztani fundamentális elemzéseket, ugye egy-egy coinról, valamint ugye technikai elemzéseket, trade setupokat, ezt mindig hetente, ezeket update és ugye itt volt több sikeres trédünk, valamit sortolunk, valamit longolunk és a, a Kaspa ide tartozik, de például a Vulcan forge is volt egy nagyon frankó trédünk, ahol ugye 3 dollárról fölment 4 dollárra, úgyhogy ott csináltunk egy nagyon szép profitot, csak úgy, mint a Kaspánál, ami most konszolidálódik, úgyhogy max itt egy búfleget fogunk majd berajzolni, illetve hogy itt volt egy short setupunk Kaspára. Jelenleg minden konszolidálódik, minden esik, úgyhogy meglátjuk, hogy hétfőn hogyan nyit a piac. Ázsiában szünnap, úgyhogy a délelőtt az valószínűleg unalmasan fog telni, aztán meglátjuk délután, amikor beindul Amerika, akkor mit láthatunk. Szóval vállak szeretettel a Patreonon, hogy a kryptományt próbáljuk meg ezeket a dolgokat. Egyébként itt stékelések, erdropokról is szoktunk beszélni. Várunk a, a Gratis webináron, most egy frankó siker és kvázi önfejlesztés, személyiségfejlesztéssel kapcsolatos ö, ö, téma lesz, mert a, hiszem azt, hogy a kripto a, az emberi felemelkedésnek a, a része, a felvilágosodás része, és ugye ebben van egy csomó más téma, amit én is használok, úgyhogy ezt erről fogunk itt ö, beszélni. Illetve hogy a Twitteren mindenképpen kövess be, kukac Miklós Denkler, örülök, hogy itt voltál, fantasztikus napot, sikeres hetet, Bízunk benne, hogy akkor zöldben gyárgy, zárjuk ezt a hetet, és akkor a következő hét folytatódhat. Örülök, hogy itt voltál, Hello Hello!